Hello mindenkinek, folytatódjék a Toy Story 2 végigjátszás, de mielőtt még elkezdenénk, annyit kell tudni gyerekek, ugye a tokenek gyűjtésével kapcsolatban, hogy ki az, aki 100%-os, ki az, aki nem 100%-osan akarja végigvinni a játékot, hanem amikor eléri az utolsó pályát, elérhetővé válik az utolsó pálya, akkor végig szeretné vinni, és nem izgatja annyira a 100%-ozás. Na, azoknak most egy kis üzenet, mindkét félnek. Úgy én most a 100%-osra megyek rá, tehát mind az 50 tokent szeretném gyűjteni, azért haladok most így. És nem mindig alakul úgy, hogy nem mindig jön össze, hogy már alapból neki megyek egy pályának elsőnek, már alapból ki tudom maxolni 5 tokennel. Azt kell tudni, hogy a boss fightoknál, ugye a fő boss fightoknál a harmadik, a hatodik, a kilencedik, a tizenkettedik és a tizenötödik, tehát minden harmadik pálya ugye fő bosszokkal van ellátva, és azokhoz kellenek azok a tokenek, amikkel tovább lehet menni. Tehát például a harmadik pálya első bosszát, az csak akkor lehet elérni, ha begyűjtöttél az első két pályánál legalább 3 tokent. Aztán a trutymos bosshoz 10 token kell, a nagy űrhajós csészéhez, a alien csészéhez, a podokkal, oda 18 kell. A következő bosshoz, aki ugye Zörg császár lesz, oda 28 kell, és a legvégső boss fighthoz, az 15. pályához, a Final Showdownhoz 40 darab token kell. Tehát 3, 10, 18, 28, 40 token kell. Tehát hogyha eléred a 40-et, akkor már nem kell mással foglalkozol, csak haladsz előre a pálya végéig, tehát és egy tokennél már skippelheted a pályát, ha nem érdekel más. Viszont így elmegy annak a varázsa, hogy körbenézheted a pályát, és megcsinálhassad a dolgokat. Na már most a 100%-ozásnál, viszont meg az van, hogy mind az 50-et összet szeretném gyűjteni, de 40-nél már alapból feloldható az utolsó pálya. Ezt akartam mondani, hogy 50 token van összesen, 40 kell a fináléhoz, és a bossokhoz 3, 10, 18, 28 és 40 token kell összesen, de ha 100%-osra akarod végigvinni, akkor 50 token kell, és természetesen megmutatom még azokat a puzzle-öket, amit a titkos tokenekhez kell, mert nem annyira ördöngiesek, de azért kell egy kis logika. Na. És akkor folytassuk, ugye itt hagytuk abba a nagy csészajos 9. pályánál, és most jön a 10. pálya, az elevator hub, a nagy liftes jelenet. Na. Ugye itt kezdünk, és már alapból szertágozódik minden, és akkor úgy van, hogy vannak itt egerek, ilyen steampunkos egérfigurák, akik ugye itt föntről ilyen kulcssal kell fölcsavarni őket, mint az ólon katonát, és akkor így működnek, és futkároznak össze-vissza ilyen kis kerekekkel. Ez kb. Azt kell képzelni, mint a Star Wars-ban az egérdroidok ott a birodalmi fregattoknál. Gubánál ugyanúgy kellenek az 50-es aranypénzek. Mondom, és akkor van egy anyuka, egy feltekerhető egéranyuka, aki elvesztette a kicsinyeit, és 5 ilyen picit kell összegyűjteni tokenért cserébe. És akkor ezeken átugorva vigyázni, hogy az elektromosság ne kapjon el minket. Itt találkozunk Gubával, és itt tudjuk beváltani a tokenre való aranyat. Illetve azért kell még itt átugrani, vigyázni itt a középen a semmiből szikrára. Ennek kapjon minket, mert az lelök. Ott van egy alapból egy egérfióka. Fióka, egérkicsi, és krumpli úrnak a lába. Ez azért fontos, mert ezzel tudjuk feloldani a grappling hook képességet, és végre vissza tudunk majd menni. De amint feloldottam, gyerekek, már megyek vissza. Így ott vannak itt propellerek, amik egyben shortcutok is hasonlóak, mint az építkezési telepnél. Ugyanúgy föntről egy kapcsolót be kell nyomni, hogy ezzel már le tudjunk vágni
egy nagy pályát. Itt is mondja, hogy az a lift tetejénél vannak kapcsolók, amivel ezeket be lehet kapcsolni, és ezek mondta shortcut fenek. Hoppá, még az Uber Charge se kapta el. És szerintem ugyanezt fogja mondani a másiknál is. Így van. Na. És egyébként, most ide fölnéztek, itt van a két lift. És ott jóval fölfele kell haladni, hogy minden mást el tudjunk érni. Na és itt van Krupi Orr, ahhoz képest egy lábon tud egyensúlyozni, de most már van két lábad. Köszönjük szépen. És most már tudjuk használni ezeket a piros X-eket, amiket a sikertorban is lehetett látni. Ezek ugye a grappling hookra való képességek. És alapból azt hiszem ebből is 30 darab van, vagy 10 darab van, amit használhatunk. És ezeket csak FPS módban tudjuk aktiválni. Tehát ha folyamatosan lövünk, akkor nem fogyasztjuk úgy, mint a diszkoszokat. És igen, összesen 10 lehet nálunk. És más is jelzi FPS módban. Be kell jelölni, lősz egyet, és már grappling hookozni tudunk. Ugyanezt kell csinálni, vice versa, fölfele is. Lefele nem kell egyébként. Itt vannak az új ellenfelek, a plüskígyók. Akik nagyon bántani tudnak. Itt meg viszont vigyázni, mert középen tűz van. Tehát középre nem szabad menni, viszont ide kell állni, és itt fölfele... Ja nem. Nem, itt. Valamiért azt gondoltam, hogy... Másik irányba kell. Ah! Ott vigyázni, mert ott fúj a tüzet. És akkor itt van a szuper lézer. Itt van egy egérke. Pont Rex mögött. Hello. Aha. Igen, van az apuka, tehát van egy külön egy apuka egér, meg egy anyuka egér. Az apuka fönt a liftnek a tetején, a liftek tetején van, és őnála tudunk aktiválni egy time triálos küldetést, mini játékot, amivel ugye lehet szerezni tokent. És azt hiszem az is egy ilyen versenyes, mint a csészalja, a ziplinos csészaljás alien. Hoppá! De király vagyok! Igen. Na, pörögjél már! Valami mozgás közben nem akar pörögni egyébként. Furcsa. Jó. És most van a visszafelé nézés. Á, értem már. Igen, ott van egy propeller. Gyorsan. Ah, de sikerült! Ez már közben még fúj előre, és gyorsan kell cselekedni, hogy nehogy elfújjon minket, és újra kell kezdeni az egészet. Azaz. Na, és itt van az a shortcut. Úgyhogy nem kell mindig az elejéről kezdeni, úgyhogy innentől már ide föl tudunk repülni. És ott van az anya egérke, aki követeli a kicsiket. Igen. Megtalálod a picijeimet, kapsz egy pizza planéta tokent. Alapból itt van fölötte, tehát hogy miért pánikol, ha alapból az egyik gyereke itt van ma éppen fölötte. Na ez például egy mini puzzle, mindjárt mondom, hogy mennyire pofon egyszerű. Csak előbb szedjük fel azt az egeret. Ó, megvan. Jó van. Na, itt azt mondja, hogy azokat a szürke kapcsolókat középen kell elhelyezni, hogy egy drótot képezzenek, és ezzel ki tudjuk nyitni a mögöttünk lévő ajtót, bekapcsoljuk a lifteket, és az ajtó mögött ott van már rögtön a titkos token, úgyhogy ezt a minijátékot el kell követni, végre kell hajtani, hogy beszerezzük a tokent, és hogy tovább tudjunk haladni. Itt mutatja, hogy aktiválja az ajtókat és a lifteket.
Tehát az a lényeg, hogy vannak ezek a gombok, ahol a színek mutatja, a színes nyílak mutatják, hogy melyik kapcsoló vezeték darab hová fog mozogni. Tehát, hogyha ezt taposással lenyomom, akkor a piros fölmegy, a zöld viszont egy szintet lemegy. Na, és akkor az a fő lényeg, hogy hogyan kell begyűjteni a tokent. Hogy kell megcsinálni a mini játékot. Ezt a jobb oldalit, ezt a kék föl piros lenyilat, aztán a középsőt. Zöld fel, kék le. És kész, ennyi. És megvan a titkos token. Na, és már működnek a liftek. Egyébként a színes platformok jelzik, hogy milyen magasságban vagyunk egyébként. És ezzel nagyon sok idő szokott eltelni, hogy mikor, hogyan tudsz kapaszkodni, mert most éppen pont az alján vagyok. Illetve ott van az egyik egér, akit így röpülésből kell elkapni. Úgyhogy nagyon föl kell mászni a tetejére, és az alapján kell haladni. Tehát a piros a legelső szint, a sárga, zöldes sárga, aztán zöld, kék, lila, és a lila a legvége, és akkor odaérünk a tetőre. Hoppá! Na, ezt meg tudtam csinálni. Úgyhogy nem kellett az aljára esnem, és vissza is tudok még menni. Oszta, és még vissza tudok menni. De jó! Mennyi van nálam? 40. Na. Itt az oldalszegélyeknél vannak még pénzecskék. Lehet még gyűjtögetni. Jó, akkor ez. Na, nagyjából így a szinteket tudom változtatni, viszont a baloldali az mindig gyorsabban mozog, ez meg a lassú. Van a gyors lift, meg a lassú lift. Érdekes. Hú, ez jó. Jó. Nem baj, jó a zöld emelet is. Nagyon rizikós. És ott van a legvégső, ez az. Vigyázni, ahogy elfújjon. Itt van még kettő. Ez már a legtetejé, úgyhogy nem érdemes mozogni. Meg kell várni, amíg megáll szépen. Visszamegy. Hát ez nem tudom mi volt, de a mázli van velem. Egy vagyok az erővel. Tutatiszra, hogy ez most tényleg sikerült. Viszont ott van egy egér, és meg lesz az ötödik. Na. Azaz! Úgyni. És akkor feloldottuk a másik shortcutot? Na. Így. Igen, feloldottuk a másik shortcutot. Jól van. És akkor most ide kell majd ugrani. Ennyi van? 45. Még 5 kell, és meg lesz a gubának az 50. És azt már a pálya elején már be tudjuk váltani, és azzal fogjuk lezárni. Mi a gyerekeket még be kell váltani. A titkos már megvan. Gyerekeket beváltani. Guba, boss, és még az idő time trial. Mi meg kell keresni egérpapit. Hogy hol van. Ah, itt van papi. Viszont a... Aha, így csúszni kell. Szia, Buzz! Ha le tudod győzni a tokent az alján, akkor meg tudod tartani. Ja, az folyamatosan megy. Ezt el kell kapni.
Megvan az 50. Szóval meg kell előzni. És akkor ide le fog esni. És megvan a token. Úgyhogy megvan a time trial. Mit mondtam, Gubánnál fogom befejezni? Ha már úgyis leestem, akkor úgyis már le kell váltanom anyád. Nem sokára életenergiát is kell töltenem. Igen, így utólag mindig felülírom magamat. Szóval megvan Guba. Megvan az öt... Tehát megvan az 50. Megvan a titkos. Megvan a verseny. És most már jönnek a picik. Az öt minifigura. Szóval már 4 token már megvan. És azt hiszem ez a vissza-vissza lifthez. A liftek tetejére. Ja. Másik oldalra kell mennem. Így, né. Köszöni szépen, itt a pizza token. És akkor már csak a boss van hátra. Azt, amit úgy kell csinálni, hogy szépen lezuhanunk vissza. És... ahhoz, amelyik a legmagasabban lehet visszarepülni. Na, ez nagyon rövid. Ez az, ahol vissza lehet menni az irányító központba. Beleklippeltem a mappán kívülre. Szóval... Jézus, de elrontottam. De most az a kérdés, hogy melyik oldalon van az, ahol a boss felé lehet haladni? Gondolom ez az. Nem, ott a fateregér. Nem ez kell. Ott a túloldalt. Ott a boss felé vezető út. Van. Itt lehet még tovább följebb menni. Igen, hogyha a sarkokba állsz be és úgy repülsz, akkor vissza tudsz esni. És akkor itt van a boss. Ott van. Spider Gunro. Igen. Nos, ilyen lángszoró pacsmagokat lő. De igazából ennyi volt a boss. És megvan minden egyébként. Azt hiszem. Na, összegezzük. Elköltöttem az 50 aranypénzt Gubánál. A puzzle-t megcsináltam, kinyitottam az ajtót és működésbe lehoztam a lifteket. Az már a titkos token. Összegyűjtöttem az 5 pici egeret az egéranyukának. Megcsináltam egérapánál az időmérőt, hogy lecsúsztam a legvégére és begyűjtöttem a time trialos token, és legyőztem Spider Gunrot, azért kaptam egy token, megvan az 50. És elrontottam. Na, és akkor van még egy képesség, amit még nem tudok használni, és ebben azt mondtam, hogy visszamennék, de haladok most tovább. És itt van L emeleti szobája. Irtozatosan jó ez a zene. Töltsük fel az életenergiánkat, mert rohadtul gyengék vagyunk. Így né. Itt már új ellenfeleket kapunk. A plüskígyók visszatértek, de most már vannak plüsmadarak, ilyen plüskesejük.
szombréros puskás törvénykívüliek, akikért pereskedést is kapott a Disney Interactive. Mennyire rossz is tovább. Akkor lenne kérdésem, nem láttátok még Clint Eastwood filmeket? Hülye gyerekek. Az a fő lényeg, hogy ezeket az ágyukat kell kikapcsolni, mert folyamatosan vesz minket célba. És beszéljünk szemenaggyal, mert valamit mond. Azt hiszem, őnála lehet egy time triálos módot csinálni. Ahhoz képest egyszer sem szólal meg szemenagy, most itt beszél hozzánk. Ugyanúgy, mint távirány is. 5 lópatkót kell begyűjteni neki. Aha, ez a time triálos. Itt volt az, amikor többször elrontottam, mert nem tudtam, hol vannak a patkók. És cserébe kapunk Pizza Planeta tokent. Anyádat. Jézusom, sikerült elsőre. Azt a rohadt élet. Ezt mindig elrontottam. Emlékszem, ezt mindig elrontottam kiskoromban. De most már nem kell. Jó van. A pajzs valamiért azért van, hogy gondolom azért, hogy... megvédjen minket az ágyútól. Na, beszéljünk Rex-el. Igen. A vonatos ágynál van egy vonatos minijáték, ahol a titkos tokent be lehet gyűjteni. Igen, a sárga gombokkal lehet ugye a vonatnak az irányát változtatni. Aztán van egy boss, a Gunslinger. Woody szobájában van. A trófea szobában. Igen, Guba a fürdőszobában van. Igen, egy ventilátoron, egy ilyen szellőző járaton keresztül át tudunk oda jutni. Illetve Jesse elvesztette a rákcsálóit, a critters, azért a rákcsálók, de igazából nyulak. És ő a konyhán, itt mellett a konyhában, az asztalon van. Ugyanúgy, mint Bo az első pályán. A nők mindig konyhában vannak, na ezért azt kikérem magamnak, nem csak konyhára valók a nők, mert bocsánat. Na, plusz életenergia, ez nagyon jó jött. Érdekes, megjegyzi az életenergiát, amit utólag használtam föl. Ki kellett nyitni a hűtőt, hogy azon fölmászva. Na, itt vannak a szombréros törvénykívüliek, aki miatt a világ hülyébbik fele pereskedett, hogy tiltsák be a játékot, mert nagyon rasszista módon mutatta meg a mexikóiakat. De hát akkor meg mit csináltak az 1700-1800-as években, mit csináltak szerintetek? Azt nem lehet azt a hangulatot visszahozni? Már emiatt is cancel culture, oké, ez nem mostanság lett a pereskedés, hanem még a 99-ben, amikor a játék kijött. De mostani szemben nézve, hogy létrehozták ezt a cancel culture féle baromságot, meg az, hogy néhány dolgot be kell tiltani azért, mert a világ hülyébbik fele nyugodjon meg, és mindent elvegyenek tőlünk, amit csak lehet. Ez milyen hülyeség például, hogy a bolondos dallamoknak az egyik karakterét be kellett tiltani, meg ki kellett törölni, és hát hogy ilyen elvárásokat kértek, hogy Pepe Le Pew-t a romantikus nőcsábász Borst azért töröljék ki, mert egy szexista hajlamú nőrabló. Hagyjuk már! Elrontottam. Akkor is megcsinálom ezt a konyha részleget. Huh?
akkor ott van az a piros gomb, azzal lehet kiiktatni az ágyút. Na, majdnem újra kezdtem volna az egészet. Na, egy ágyú kioffolva. És szerintem ezekkel az ágyúkkal lehet valamit csinálni, vagy csak megkönnyebbíteni a dolgomat, gondolom én. És itt van az egyik rákcsáló, aki egy nyúl. Mondhatok bármit, ez egy nyúl. De jó, rákcsálónak van apostrofálva, az is, a nyúl is rákcsáló, úgyhogy nem mondok semmit. Igen. Igen. Szóval ide kell jönni, hogyha megvan az öt rákcsaló. Jó, jöjjön az ágyas szoba, az a vonatágyas szoba. Az azt kell csinálni. Itt kell bemenni. Ezt be kell tolni, hogy oda föl lehessen menni. És itt lehet látni, hogy fönt ott a felhős falaknál folyamatosan megy egy vonat. És oda így lehet följutni, hogy igen, ide kellett tolni a dobozt. Felszedjük a második rákcsálót. Ez egy ágy egyébként. És úgy itt vannak a sárga kapcsolók, amikkel az utakat lehet változtatni. És akkor egyszer kell ez. Ez. Az a lényeg, hogy a vonatot megállítsuk. Csak olyan gyorsan elmegy. Az anyád. Jó, most a jó! Nem tudom, mit csináltam, de ezt próbáljátok meg ezt visszakreálni. Kész, megállítottuk a vonatot, jól van. Nem tudom, mit csináltam, gyerekek! De amit láttátok, hogy bejöttem, és amilyen állapotban volt a vonat, a mozdony, az alapján kellett a gombokat nyomni, és akkor a végén meg lehetett csinálni. És akkor a lényeg az, hogy ezt a dobozt az ágynak a legvégére, ott ahol kimagaslodik, ahol éppen a tetőhöz föl tudunk mászni. Hát addig kell tolni a dobozt. Igen, ez egy kicsit sokáig tart. De azért élvezzétek a zenét. Jó! Jó, ennyi volt az ágyas szoba. Van még egy. Oké. Igen, ezt még vegyük fel. És a boss-t hagyom a legvégére. A leges legvégére hagyom a boss-t.
Nem. Jesse-nek a rákcsálóit. Azt szerintem valahogy ki kell kapcsolnunk, hogy a kandallon keresztül föl tudjuk venni az extra életet, de... Minek, ha alapból már maxon vagyok.